Sziasztok! Belem a videóban. rajzolni fogunk, nem tudom, hogy érdekel, Jézus, érdekel titeket az ilyen téma. Hát most feltartom, aztán megnézem. Ha nem, akkor jelezzetek, és akkor nem fogok ilyeneket csinálni. Aztán hamarosan jön a kérdezfelelek, még kell kérdés, szóval ide is kérdezhettek esetleg, hogy mikor lesz torz, vagy lesz valami. Viszont én is szeretnék kérdezni, hogy mit néznétek szívesen az én csatornámról. Ezt úgy kérdezem tőletek, hogy mit néznétek szívesen. Ja, és hogyha nem vagyok művész, azért bocsi, én is vagyok egy nagy rajzművész, szóval bocsi, ha csúnya vagy nektek nem tetszik, én maximum ilyet tudok rajzolni. Ja, és közben nem annyira szoktam beszélni, de megpróbálom. Szóval, akkor írjátok le, hogy tehet a napotok, mert most úgyse tudnám felolvasni. Ja, és mielőtt megrémülnétek, széket csinálom meg lányba. Már nem tudom, hogy lánya. Aki ilyen nagy, dorzos, az mondja már meg nekem, hogy itt a karakterek azok fiúk-e, lányok-e. Én annyit tudok, egy teória, nem tudom, jaj, bocsánat. Igaz-e? Nem igaz-e? Hogy... Bre és Szík legjobb barátok. Ez nem tudom, igaz-e? Én sose nyomoztam utána, szóval... én erre gondoltam. Tudom, hogy nem úgy néz ki, de most így fog. Ti amúgy voltatok az itteni fotóversenyem? Mert én voltam. A mostani... Jézus, milyen kar lett. A most 60-i futóversenyen. Írjátok le, ha ti futottatok. Ez mik ezek a kezek? Vagy ujjak? Ami lehet, hogy ez itt ide nem kéne. Ez kicsit más ruha illene rá. Kitaláltam. Ez mondja, indulánk, nem ez ilyen bónó lenne. Jaj. Így. És akkor innen kezdődne. Egy ilyen... Ez a... Így. Mert még tökéletesítgetek. Rajta, és akkor innen befejeződne. Így, és akkor innen jönni a pólója, ami fekete lenne. Így. Ja, meg ha ti is ismeritek az Ibis Paintinget, akkor írjátok le kommentbe, ha ti is ismeritek. Vagy rajzoltok rajta.
mert én szeretek, szoktam. Halljátok, nem hiszitek el most, mit találtam ki. Sokkal jobb dolgot. Akkor tudjátok, ilyen yin-yangos lesz. Így. Oké. Akkor ilyen yin-yangos póló. Ide a yin-yang. Ide a másik yin-yang. Elfogadható, nem? Oké, akkor ez itt fehér marad. És akkor szeme az fekete. Jól tudom, nincs is itt ilyenje. Itt cukibet volna. Mégis így is cuki. Ú, de jól találtam. Kicsak ez váltani kell digitál pánra. És akkor ilyenne, hogy nézzük ki. Jó, én nagyon cukker, csak ezt kicsit ki kell javítani. Ugye nem arra mentem eddig, hogy cuki legyen. Na, már mindegy. Így kb. Ez a bőr, lehetne kicsit másmilyen bőrűbb is, mert ugye ő alapból fekete. Na, mindegy. Jaj. Ezt nem akartam. Jó. De miért csinálja a feketére? Újak. Oké. Jó, meg majd írjátok le kommentbe, hogy na, ha szeretnétek ilyet, hogy kit csináljak még meg. Ilyenbe, jaj. Figurét lányba, vagy szíket, ember fiúba, vagy bármit írhattok. Szóval nyugodtan nem mehet kommentbe. Csinálok neki szerintem hajat, nem tudom. Lehet úgy lesz, hogy a háttér valami kicsit szürkésebb lesz, így. És akkor arra gondoltam, hogy lennének ilyen kis... Jaj, tényleg elfelejtettem átfedni. A digitál párral is elfelejtettem. Úristen, de csúnyára ezek. És köszönöm, milyen csajszi szemek lennének. Mert most a háttérre nagyon nincs szükségem, szóval azért... Jaj. Azért csúnyák ennyire. Mert mondjuk az ember is csúnya, de mégis... ezen dolgoztam a legtöbbet. És lehet akkor venzés, olyan lenne, vagy valami kicsi. Tudjátok, van itt tokabokában, ami ugye nekem a kislány hajó. Jó, az nagyon cukker. Ez a kis cucc, és akkor ezt csinálom meg. Csak nagyon bén lesz, na mindegy. És akkor kettő tincs így a szemében óg. Jaj. Csak egy kicsit itt igazítok a haján. Így.
Én így szoktam párosítani ezeket a hajakat. Nem lett olyan rossz. Tudom, mindegy. Szóval ez lett itt a szik. Lehet kicsit rövidebb lett ez a videó, mire én számítottam. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És egy nem maradhat ki, amit szerintem, ha még lesz ilyen videó, mindegyiket meg fogjuk nézni. Az elkészítését. Hogy biztos ne csaljak. Mert ugye van bent ilyen olyan, hogy be tudsz állítani embert is annak ruhát. Szóval tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!